A Székelyföld napok keretében rendezték meg a mézfesztivált és a hagyományos termékek vásárát a hétvégén Csíkszeredában. Az érdeklődők helyi termékeket kóstolhattak, illetve vásárolhattak. A Székelyföld napok üde színfoltja volt a mézfesztivál és a hozzá kapcsolódó őszi vásár. Mivel ez alkalommal a mézé volt a főszerep, több standnál is találtunk mézet. Többféle mézünk van, mert vándorméhészek vagyunk, így van akácmézünk, van a erdei mézünk, van a helyi ilyen vegyesvirágmézünk, repceméz és a hársméz. Ezekkel több mint 500 kilométert vándorolunk évente. Az idei sok csapadék nem csak a termőföldeken okozott kárt, a mézgazdálkodóknak is gondot okozott. Gyenge volt a termés, a tavaly csak egy harmada lett, mint tavaly, amennyi lett mézből. Hát most is valamennyi azért lett, de hát a kevesset is megköszönjük, hogy van. És most a vegyes virágméz, sárdai virágmézet árulok. Vásáron kívül a program részeként felvonultak a mézlovagok, ebben nem csak a helyi, hanem külföldi egyesületek is részt vettek. Hát mi már régen járunk ide, viszonylag nagy egyesület vagyunk, 650 fős méhésztagsággal és több mint 45 ezer négy családot birtoklunk, és az első rendezvénynek óta tartjuk a kapcsolatot az itt lévő méhésztársakkal. A méhésznapokra sok érdeklődő kilátogatott, de nem csak vásároltak, hanem szórakozás közben érdekességeket tudhattak meg a mézről és annak készítéséről.